A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, India kapta a főszerepet a Mátyás Corvinus kollégium legutóbbi előadásán. India kül- és belpolitikai aktualitásairól szerezhettek ismereteket az érdeklődők. A köztérben erre a rendezvényre kalauzoljuk Önöket, tartsanak velünk! India az a hely, ahonnét az ember, vagy ha meglátja, elmenekül, vagy nagyon megragadja, azt gondolom, hogy a kettő között India nem fogja semlegesen hagyni az ember. Tehát előttem van az első indiai út fiatalon. Elhatároztam, hogy el kell valahogy oda jutni, és tudom, éppen egy dokumentumfilmben láttam azt a helyet az elmúlt napokban, az első szállás volt. 300-400 forint volt egy éjszaka, és arra emlékszem, az első élmény az volt, hogy a hotelben egy patkány szaladt keresztül a szobába, amit nem tudtam, hogy micsoda. Szóval tényleg India az egy nagyon sokszínű világ, miközben csak, hogy rögtön így kedvet csináljak a témához. Az elmúlt hetekben megláttuk ezt a nagyszabású esküvőt Indiából, ami azt gondolom rámutat azokra az ellentétekre, amelyeket fel sem tudunk fogni európai szemmel. Szóval alapvetően Közel-Kelettel és az indiai szubkontinenssel foglalkozom. Indiában is többször megfordultam, Pakisztánban is. Legutoljára Pakisztánban tavaly jártam, Indiában Covid előtt utoljára, de ami késik nem múlik, folytatódik. Meg indiai kollégákkal működünk együtt, és egyébként publikálunk is közösen, és igazából tanulmányokban is van pár, ami Indiáról szól, amihez hozzájárultam. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Hadd kezdjem egy történettel. Ez a történetben van egy idős professzor, és egyébként ismerjük is, de nyilván nem mondom a nevét. A történet arról szól, hogy a professzor úr kapott egy lehetőséget arra, hogy néhány hónapon keresztül Kínába elmenjen, kutasson, stb. És utána hazajött, akkor megkérdeztem tőle, hát ugye fiatal kutatóként, hát professzor úr, hogy mi a nagy konklúzió, ugye sok kutatás eredményeként, és hát egy mondta, hogy Kína nagy. Hát mondom, professzor úr, azért ezzel gondok lesznek itt a kutatás elszámolásánál, a financiálisnál, hogyha ez lesz a nagy következtetés, de igazából abban igaza volt, hogy nagyon más tudni azt, hogy valami nagy vagy milyen, és nagyon más átérezni. És igazából ezt szeretném tőled, Laci, megkérdezni, hogy egyébként India is nagy, ha már itt tartunk, meg tudjuk, hogy sokan élnek ott, ez nyilvánvalóan ezek az első sztereotípiák, amik ugye átfutnak a fejünkön, de mit lehetne még ehhez hozzáadni, hogy kicsikét kibontsuk azért ezt a képet? Hát kétségtelenül nagy és változatos. Ugye gondoljunk bele, hogy lakosság vonatkozásában most átvette az első helyet a néhány hónapja Kínától, ami azt jelenti, hogy 1,4 milliárd laknak jelenleg Indiában. És hát nem sikerült még azért megfogni a születésszabályozásra ezt a demográfiai robbanást, tehát ez várhatóan egy 1,6–1,7 milliárdig növekedni fog. Ami elképesztő szám. Ugye a világ legnagyobb demokráciájának tartjuk számon Indiát, ezt néha azért szakértők megkérdőjelezik, hogy ez egy mennyiségi vagy ez egy minőségi jellegű fogalom, majd erre úgyis a választások kapcsán érdemes kitérni. De gondoljunk bele, hogy az idei választásokat áprilistól júniusig kellett szervezni, amikor először volt választás Indiában, az 51-52-ben volt, ebből is jól látszik, hogy az első választást, azt nem sikerült egy éven belül megrendezni, mert hogy az ország területe akkora, hogy logisztikailag nem sikerült ugye annyi embert mozgósítani, tehát a belső repülőjárat mondjuk India északi részéről a déli részéig az egy 4 órás repülőút, tehát ez azt jelenti, hogy innen már Európán kívülre simán eljutunk akár egy 4 órás repülőúttal mondjuk a Közel-Keletre, és még csak Indián belül vagyunk. Arra
arról nem beszélve, hogy szintén így gondolatébresztőként, hogy 47-ben, amikor India függetlenné vált, akkor ugye nagy kérdés volt, hogy melyik legyen a hivatalos nyelv. Ugye hindi vagy az angol, alapvetően ezen a kettőn gondolkoztak, miközben Indiában ugye nagyjából 1600 féle nyelvjárást jegyeznek fel, és hát lényegében méreteiben ezeket a nyelveket, mint Kanada, Malayalam, Telugu, ezeket 30-40 százmilliós közösségek beszélik. Tehát, hogy egy kicsit összehasonlítsuk a léptéket, jóval nagyobb közösséget szólítanak meg, vagy tartoznak oda, mint Magyarországon. És érthetően ez egy hatalmas vita volt, és aztán hát ugye a hindi mellett az szólt, hogy hát mégiscsak azért egy indiai nyelvet kéne hivatalossá tenni, az angol mellett ellen pedig az szólt, hogy a gyarmatosítók nyelve, de ha India globálisan akar érvényesülni, mégiscsak az angol kellene. És ugye akkor 1950-ben, amikor az alkotmány megszületett, arra jutottak, hogy a kettő együtt legyen 15 éven át a hivatalos nyelv, aztán majd a hindi fokozatosan átveszi ennek a szerepét, de 65-ben akkor a tüntetések robbantak ki, hogy végül is egy többszintű rendszert hívtak életre, tehát India ugye egy föderális állam, és az egyes tartományoknak a hivatalos nyelvei is az ország hivatalos nyelveivé váltak. Az angol és a hindi mellett, illetve az urdu mellett, ami általában az indiai muszlimoknak a nyelve, illetve Pakisztán hivatalos nyelve is egyben. Tehát ugye a konyha is különleges, a földrajzi tájak, ugye én északon is jártam Ladakh tartományban, ahol hát gyakorlatilag 5500 méter magasan sikerült buszozni, ez a legmagasabban autózható út. Hát gyakorlatilag akklimatizáció nélkül nem annyira jó ötlet arra járni, így magunk is elég rosszul voltunk, bár fiatalabban. Pakisztánban igaz, tavaly voltam 4000 valahány száz méteren, hát ugye nagyjából ugyanaz azok a hegyek, ugye Karakorum. És hát szóval ott a táj, meg az emberek, a történelem az egészen más, mint ha lemegyünk délre. És hát Indiában azért van egy észak-déli törés abban az értelemben, hogy ha északra megy az ember, akkor az ugye történelmileg az éléskamra volt Indiában, ugye a folyók miatt, ugye ez adta az élelmiszer termelést, ezzel szemben délen azért, hogy mondjam, kevesebben vannak. Talán az első nagy tapasztalat az, ha hazajön Indiából, elkezdtem körbenézni az utcán, hogy miért nincsenek olyan közel sokan, vagy Kínából is akár. Most nyáron Kínában voltam, úgyhogy onnan is vannak most emlékek. Tehát gyakorlatilag az, hogy nagyon sokan vannak az utcán, és hát ez a népsűrűség az nem jellemző, mondjuk nem annyira délen. És hát van még egy szintem, amit így nem gondolnánk, hogy India azért alapvetően inkább a falvak világa még ma is. De ugye mi a filmekből, most nem csak a Gandhi, mondjuk Gettó Milliomos, vagy egyéb filmekből azt látjuk, hogy a városok és a Mumbai-t, Delhi-t, ugye az ellentéteket, de most fog megfordulni majd, és megy előre az urbanizáció, ami hát újabb lehetőségeket és mondjuk kihívásokat jelent város szervezési szempontból. Ugye az indiai városok sajnos benne vannak a környezetszennyezés szempontjából a legszennyezettebb városok között, tehát előttem van Kalkutta, ahol tényleg alig lehet mondjuk levegőt venni, vagy különösen téli időszakban, amikor jön a szmog, akkor a utcára is sokszor veszélyes menni, és légtisztítóval lehet a lakásokban is, vagy hotelben aludni, mert annyira megterhelő a tüdőnek a levegő. Szóval ez egy nagy kérdések vannak, azt gondolom, India előtt is, ami egyébként globálisan is persze téma. Mondtad a választásokat és ennek a technikai nehézségét. Egyébként az indonézek szokták azt mondani, hogy náluk van a világ legnagyobb választása, amely egy nap alatt zajlik le. Ugye Indiában ugye ez több héten keresztül megy, ha jól tudom. Most ugye ennek az egész beszélgetésnek ez az apropója, hogy ugye ez zajlott le tulajdonképpen néhány hónappal ezelőtt, hogy mi volt előtte az indiai, mondjuk, hogy de csak nagy vonalakban az indiai belpolitikában, és hogy mi lett ennek az eredménye, tehát mit látunk változásként, elmozdulásként? Hát nagyon röviden azt egy kicsi hátteret pár mondat erejéig mondanék, ugye hát India a világ számára furcsa módon egy demokratikus politikai rendszerré vált 47
1947-ben, illetve az 1950-ben elfogadott alkotmányban. Ez azért furcsa, mert akkor mondjuk, ha elővesszük az adatokat, hogy hányan tudtak írni, olvasni, akkor mondjuk ez a hölgyek körében a 10%-ot ért el Indiában. Vagy szóval a modernizációnak milyen szintje volt? Azt lehet mondani, hogy egy gyors választ kéne adni, hogy India miért indult el demokratikus úton, akkor erre azt mondanám, hogy a függetlenségi mozgalom és Gandhinak a mozgósító szerepe jelentős szerepet játszott. Ez nem csak az elit szintjén maradt, hanem Gandhi a különféle tevékenységeivel ezt kiterjesztette a széles indiai tömegek számára, és ez is lehetővé tette, hogy a mai napig bármelyik választást nézzük, a részvételi arány az a 60%-ot általában meghaladja, tehát kimagaslónak tekinthető. És 47-ben ugye India alapvetően abban volt érdekelt a függetlenségkor, hogy egyben maradjon. Ugye egy óriási ország, legyünk őszinték, nem nagyon olyan sok politikai párt volt, amely képes volt országos szinten megszólítani a lakosságot. Ilyen volt tradicionálisan a kommunista párt Indiában, amely demokratikus körülmények között általában elég jól szerepelt, és mindig ott volt a harmadik, negyedik helyen, most is ott van, megjegyzem, történelmi okokból alakult így, de visszatérve a legnagyobb politikai párt, az az Indiai Nemzeti Kongresszus vált 47 után, ez tulajdonképpen maga a függetlenségi mozgalom alakult át egy politikai párta, ez ugye Gandhi nevéhez kötődik, illetve hát Gandhit 48-ban szélsőségesen meggyilkolják, és ugye Nehru lesz a miniszterelnök, és úgy szokták mondani, hogy van egy Nehru-Gandhi dinasztia, egy örökség. A hidegháború évtizedeiben ez a párt demokratikus körülmények között egy kivétellel valamennyi választást megnyert. Ugye Nehrunak majd a lánya Indira Gandhi, aki ugye tiszteletből Mahatma Gandhi miatt felvette a Gandhi családnevet, de nem állnak rokonsági viszonyban. Indira Gandhi után jön ugye Rajiv Gandhi, és hát az a furcsa sajátosság ennek az indiai demokráciának, hogy bizony a vezetőket előszeretettel likvidálják, tehát nem természetes úton haltak meg. Ugye Indira Gandhi a szikh kérdésben vesztett életét 84-ben, a fia Rajiv Gandhi pedig a tamil kérdésben 91-ben. És az az érdekes, hogy 90-es évek hoz nagyjából egy fordulatot az indiai belpolitikában, és nagyjából két nagy választási blokk, koalíció alakul ki. Az Indiai Nemzeti Kongresszus alatt sok kis párt van, mondjuk így. Ők a United Progressive Alliance néven alkotnak egy ilyen választási koalíciót, és a másik oldalon felnő egy viszonylag új politikai erő, amely magát hindu nacionalistának nevezi, és ennek a fő politikai pártja a Bharatiya Janata párt, vagy indiai néppárt, és ez bizony több ízben megnyeri a választást, és általában az a két nagy politikai erő váltogatja egymást, 5 évente vannak Indiában választások, tehát például 91-től 96-ig a Kongresszus párt, majd 96-tól 2004-ig a Bharatiya Janata párt, 2004-től 14-ig a Kongresszus párt, és most 14-től, hát immáron a harmadik ciklusát tölti Narendra Modi miniszterelnök a pozíciójában. Azért hozott újat a 14-es választást, mert azt lehet mondani, hogy ekkora választási győzelmet nem nagyon ért el politikai párt. Indiában sokszor sáfrányos forradalomnak is nevezik azt, ami történt, ugyanis nem kényszerült rá koalíció kötése. Tehát térképre ránézünk egy indiai választási térképre, az egy ilyen sáfrányos színűvé vált, ez meg tudta szólítani az embereket, és hát kifejezetten azt mondta, hogy ez a Gandhi-Nehru örökséget, ezt le kell bontani, mi egy hindu nemzet vagyunk, szeretnénk előre menni a világban, globális célokat táplálunk, és hát másodjára is sikeresen megnyerte a választást, és a papírforma úgy jelezték előre a szakértők, hogy a harmadik az majd még nagyobb győzelem lesz, nagyjából 400 helyett volt a prognózis a Lok Szabában, az indiai parlamentben az 535-ből, és ez egy nagyjából 100-os növekedés lett volna az előző választáshoz képest, mert hogy Modi egy személyi kultuszt is képített, úgyhogy egy rendkívül karizmatikus figura beszédeivel,
Sokan ugye azt is jelezték, főleg a nyugatról, hogy Módi alatt az indiai demokrácia került veszélybe, mert hogy itt a vallási kisebbségekkel kapcsolatos problémák, különösen keresztényüldözések, illetve bizonyos muszlim ellenes fellépések azért megkérdőjelezik az indiai demokráciát, és hogy ellehetetleníti az ellenzéket. Számos ellenzéki képviselő egyébként börtönben volt, vagy különféle jogi ügyek miatt nem indulhatott a választáson, és hát nagy meglepetés volt az, hogy végső soron ugyan megnyerte Módi a választást, de nem olyan fölénnyel, amellyel számoltak az elemzők. Tehát az indiai nemzeti kongresszus párt jelentősen előre tört, és hát a parlamentben legalább 10%-ot kell ahhoz egy pártnak átlépni, hogy hivatalosan legyen az ellenzéknek, ez picit más, mint itthon, egy úgynevezett ellenzéki vezető, amit most a kongresszus párt színeiben Rahul Gandhi tölt be, a Gandhi családból, tehát ő a fia Indira Gandhinak és Rajiv Gandhinak, a politikus dinasztiából. És azt lehet mondani, hogy az indiai demokrácia az nem, hogy nem halt meg, hanem az létezik, működik. És hát nyilván nagy kérdés, hogy ez a mostani választási eredmény fényében lesznek-e milyen belpolitikai változásokat hoz, és egyáltalán indiai külpolitikájában ez jelente bármilyen eltolódást, vagy milyen nézeteltérések vannak az egyes pártok között. Félreértés ne essék, Indiában rengeteg párt van, tehát több ezer párt indul a választáson. Ezek többnyire regionális, idézőjelben kis helyi 40-50 milliós közösségeket szólítanak meg, és mivel ugye India föderális, ezért egyszerre, hát nem mindig egy időben, de vannak a Delhi parlamentben a választások és a helyi választások. És ugye ezekben a koalíciókban vannak úgynevezett kisebb pártok is, tehát hogy nem a két párt vetélkedik, de lényegében ez a két nagy szövetség, és általában a harmadik a mérleg nyelveként a kommunista pártok szoktak megjelenni, de olyan nagyon, szóval olyan markáns eredményt nem érnek el, hogy ezzel az országos politikát tudnák formálni. Ugye most arról beszéltél, hogy a belpolitikai helyzet hogyan alakult át. Nyilvánvalóan a globális politikai helyzet, a világpolitika és a világgazdaság is az elmúlt mondjuk 5-6 évben jelentős változásokon ment keresztül. Az egyik nyilvánvaló volt, ami hatott a COVID-19-hez kapcsolható gazdasági válság, az ukrán háború, a kínai-amerikai vetélkedés felerősödése, a globális ellátási láncok átrendeződésére való törekvéseknek a felerősödése, stb. Tehát ebben a környezetben Indiának a helyzete hogyan változott, vagy hogyan változik meg, különösen, hogyha arra gondolunk, hogy hagyományosan, ugye India elég nagy hatalom ahhoz, hogy ne válasszon az oldalak között, ugye? Hát ugye először is képek ugranak be nekem, hogy hogyan kezelte a COVID-19-et, hát azért komoly problémák voltak. Tehát Indiát is utolérték ezek a válságok, hát talán emlékszünk mindannyian azokra a negatív képsorokra, amikor a folyókban halottak. Úsztak, tehát ezért ez egyébként akkor meg is kérdőjeleződött, hogy Módi mennyire sikeresen tudja az egészségügy és egyéb gazdasági helyzetet vinni. Viszont globális szinten kinyitva a kérdést, azt lehet mondani, hogy India az gyakorlatilag szárnyalt és szárnyal az elmúlt évtizedekben. Hagy hozzak, ha már az MCC kereteiben vagyunk, hagy utaljak egy könyvre, ami nemrégiben MCC fordításában jelent meg, az indiai külügyminiszternek, Jai Shankarnak az India útja című kötete, amiben szerintem fantasztikusan leírja azt, hogy Indiának tulajdonképpen most mi is a helye a világban. Azt mondja, hogy hát egy nagy társasjátéknak vagyunk szemtanúi, a szereplők száma az most növekszik, és ennél az asztalnál India is helyet követel magának. Igen ám, de a résztvevők vitatkoznak a játékszabályokon, és India azon hatalmak között van, amely szeretné alakítani ezeket a játékszabályokat. Én azt gondolom, ez ragyogóan leírja India
globális pozícióit. Ugye ne felejtsük el, hogy India mitől globális szereplő. Tehát azon túl, hogy a GDP növekedés most kimagasló 7-8%-os évente és kínai adatokat is lehagyja, India világ harmadik legnagyobb gazdasága lesz 2027-28 magasságában az Egyesült Államok és Kína mögött. India, említettük, hogy a világ legnépesebb országa, India nukleáris hatalom, ugye már a 70-es évek óta, de ezt megerősítette 98-ban. India sikerre vitte az űrmissziót, most erre külön figyelmet fordítanak, és azt gondolom, hogy ambíciózusabb is bizonyos szempontból, mint a kínai. Ugye sikerült a Holdra szállni, jelenleg napmisszió van és sok egyéb, tehát elképesztő fejlődést ír le ezen a területen. Ugyanakkor azért vannak problémák is, de azt lehet mondani, hogy India külpolitikájában tradicionálisan ugye el nem kötelezett volt a hidegháború alatt. Na most ezt formálta át India a 90-es évektől kezdve egy ilyen több irányú elköteleződés politikája irányában, amelynek az a lényege, hogy India nem kíván sem az amerikai, sem a kínai vonatra felszállni. Ezt félreértik Washingtonban elég rendesen, ezért hozzátenném, hogy ez néha problémákat okoz. Majd mindjárt kitérek konkrét példákra. De kétségtelen tény, hogy az elmúlt évtizedben az Egyesült Államoknak az ázsiai hatalmak közül Indiával való viszonya az rendkívüli mértékben elmélyült. Ez kezdődött a fiabb Bush adminisztráció alatt, folytatódott Obama alatt, és hát Trump alatt meg még inkább kiteljesedett az Indiával való kapcsolat, és ennek rendkívül sok vetülete van a nukleáris programon át, amit az amerikaiak elleneztek természetesen jó ideig, és ugye ezért szankciókat kapott India, hiszen nyíltan szembe ment az indiai törekvésekkel, de Bush felismerte, hogy itt az átalakuló világrendben az Egyesült Államok csak úgy tud helytállni itt a Kínával való vetélkedésben, hogy maga mellé állít szövetségesként bizonyos államokat. Én azt megmerem kockáztatni, hogy az Egyesült Államoknak nagyobb szüksége van Indiára, mint Indiának az Egyesült Államokra. India számára a legfőbb kihívás az Kína lényegében, és ez a közös elem nyilván, de ugyanakkor, és ezt nem értik az amerikaiak, hogy a kínaiakkal vagy oroszokkal való kapcsolatait India fenntartja annak ellenére, hogy eközben orientálódik. Tehát azt lehet mondani, hogy ez az el nem kötelezettség 2.0-nak is, de leginkább egy ilyen multi-alignment, több irányú elkötelezettségnek szokták mondani. Ugye leginkább, ami Washingtonban kiverte a biztosítékot, hogy pár hete Módi az ugye Moszkvában járt. Véget ért a választás, beiktatták, és július elején talán megvan az a kép, amikor átöleli lényegében Putyint, úgyhogy indiai miniszterelnök 2015 óta nem járt Oroszországban, és tegyük hozzá, hogy amikor kirobbant az orosz-ukrán háború, akkor Módi azt a mondatot tette az asztalra, hogy hát Oroszországnak legitim érdekei vannak Ukrajnában, és nem azt mondta, hogy elítéljük az agressziót. Az ENSZ szavazáson, ami Oroszország elítéléséről szólt, általában India tartózkodott. Ezzel egyébként a globális dél, amely ugye Afrika, Ázsia, Latin-Amerika vezetőjeként próbálja magát feltüntetni, hogy más állásponton van, mint a fejlett nyugat azokban a konfliktusokban, mint Gáza vagy az orosz-ukrán háború. És az India diplomáciai szerepét és ezt a fajta balanszírozás jól mutatja, hogy pár héttel később, ugye augusztus végén pedig Lengyelországban és Ukrajnában járt, ahol pedig Zelenszkijjel ölelkezett. Nyilván ez egyfajta üzenet azért az Egyesült Államok felé is, Moszkva felé is, és tulajdonképpen afelé, hogy Indiában a változó világrendben szeretné a gazdaság érdekeit megvédeni, mert hát India rászorul az energiaforrásokra, Oroszországgal való kapcsolat az történelmi, tehát igazából, ha visszanézünk a hidegháborúval, a Szovjetunióval való kapcsolat, az el nem kötelezettség ellenére ott volt, India fegyverszállítója Oroszország volt, ma is az, bár diverzifikálódik, és hát ugye azt látjuk, hogy 22 óta India nemhogy szankciókat nem vetett ki Oroszországra,
hanem megnőtt az indiai orosz kereskedelmi forgalom, olaj különös mértékben. Ehhez az is hozzájárul, hogy India ugye kapcsolatokat ápolt Iránnal is, ahol pedig az amerikaiak kivetették a másodlagos szankciókat, és ugye a külügyminiszter azt is mondja, hogy na de nehogy már az amerikaiak megtiltják, hogy Irántól olajat vegyünk, most megtiltják, hogy Oroszországtól, és akkor hát Indiával tulajdonképpen gazdaságával mi lesz? Tehát, hogy ezt nem lehet. Úgyhogy India alapvetően ebben a helyzetben van, és hát nagyon sok példát tudok most mondani, de azt gondolom a kulcsfontosság, hogy a globális dél vezetőjeként próbálja feltüntetni magát, és egyszerre jelen van nyugati, szövetségi típusú együttműködésekben, ilyen a Quad például, amely 4 oldalú biztonsági együttműködés az Egyesült Államokkal együtt, de jelen van olyan szervezetekben, amit kimondottan az új világrend egyik elemeként tartunk számon, mint a BRICS, ami inkább Kína vezetett laza együttműködés, vagy a Sánkhelyi Együttműködés Szervezetének is a teljes jogú tagja, illetve hát kiemelném, hogy a G20 nevű csúcs találkozott tavaly Delhiben tartották. Tehát India mindkét oldalnak a szervezeteiben jelen van, és kooperál, de még egyszer a legnagyobb kihívás számára jelenleg Kína jelenti, míg Kína számára inkább az Egyesült Államok. Amit hogy beszéltél erről, nekem ez a nagyon klasszikus idézet Palmerstonról jutott eszembe, amit szó szerint sajnos nem tudok idézni, de nagyjából ez a lényeg, hogy Angliának nincsenek örök barátai, nincsenek örök ellensége, viszont az érdekei örökek. Tehát nagyjából ezt lehet itt valahogy megvalósítva, egy reál politikaként látni. Igen, és ezt lényegében Jai Shankar le is írja ebben, és ez elég ritka, hogy egy aktív külügyminiszter gyakorlatilag az olvasók elé tárja, hogy India milyen külpolitikát folytat, tehát ezért is tartom ezt a könyvet különlegesnek. Hozzátéve egyébként ráadásul, hogy ő Magyarországon volt diplomata a 90-es évek elején, és egyébként magyarul is beszél alapszinten, tehát ezt is hozzátenném, hogy a mi világunkat is elég erőteljesen ismeri, ami szerintem egy külön hozzáadott érték, ha a könyvet kézbe veszi az ember, hogy hát leírja, hogy ebben a világban igazából kockázatokat kell vállalni, és hogy igen, azt meg kell nézni, miben meddig lehet elmenni, és hogy hát az látszik, hogy feszegeti India a korlátait Washingtonnal, azért látszik világosan, hogy amikor Washington rosszallása van, akkor például látszik, hogy tehát gazdasági adatokon látszik, hogy néha visszafogják az Oroszországtól való bizonyos vásárlásokat, és akkor hirtelen máshonnét szereznek be, és hát ugyanez a helyzet Kínával, tehát, hogy egy ilyen sokkal asszertívabb diplomáciát folytat, és én azt gondolom, hogy India külpolitikájában olyan nagy törés nem következik be 89 után, és a pártok között is azért bármennyire is különbözőek, de van egy konszenzus, hogy Indiát fel kell emelni a nagy hatalmak közé, és hát azt kell látni, hogy ezt Modi nagyon ügyesen csinálja a diplomáciai fórumokon. Amikor kiáll, mindig valamilyen hindu retorikát használ, tehát a külpolitikában ez a hindu retorika, a hindu nemzet, ez nagyon gyakran megjelenik, és hát egyébként India azért elismert hatalom lett, tehát hogy ha megnézzük Ázsiában is az együttműködéseket, ez ma már nem akadályozza meg, hogy az öbölben számos muszlim országgal kiváló kapcsolatot ápoljon, például az emírségekkel vagy Szaúd-Arábiával, vagy most ugye formálódott egy ilyen I2U2 nevű együttműködés, amely Izrael, India, az Egyesült Államok és az Egyesült Arab Emírségek 4-es együttműködése, inkább gazdasági együttműködés jellegű. Tehát India gyakorlatilag eddig is ott volt a diplomáciai fórumokon általában a háttérben, de azt gondolom most sokkal jobban hallani a hangját globális kérdésekben, a klímaváltozástól, a különféle pénzügyi rendszerrel kapcsolatos és egyéb globális szabályok kapcsán, amelyben ezt ugye stratégiai
Fed ez strategic hedgingnek hívja azt az külpolitikai magatartást az angol szakirodalom, ez közgazdaságtanból van ugye a fogalom, hogy hát próbálunk erre is, arra is, együttműködünk Kínával is és az Egyesült Államokkal is, de ez nem egy elvtelen külpolitika, ahol majd az ember két szék között a padlóra esik, mert India nem egy kis állam. India egy olyan hatalom, ahol a civilizációs értékekre épül ez, és egy hosszú történelmi múltra ez a külpolitika, és hát ebben fontos nyilván Kínával is együttműködés bizonyos kérdésekben. Bizonyos kérdésekben, mint a határok, azt felveszik a kesztyűt, és azt nem hagyják a kínai expanziót, mondjuk így. Erről a kultúrá jutott eszembe, hogy Mahatma Gandhit egyszer megkérdezték arról, hogy mi a véleménye az európai civilizációról, és ugye azt mondta, hogy jó ötlet lenne, kicsikét ironikusan. Ugye azt, amit elfelejtünk szerintem Európában, hogy mind Kína és mind India esetében, szóval ezek azért önálló civilizációk. Tehát, hogyha erre egy kicsikét ki tudnák térni, hogy van-e valami, hogy ebben a történetben van ennek valami szerepe igazából, hogy ők ezzel nagyon másképpen látják a világot, és nem európai, vagy nyugat-európai, vagy akár amerikai lencsén keresztül. Hát mindenképpen, hiszen ahogy említettem, ennek a politikai erő magát a hindu nacionalistának nevezi, és azt mondja, hogy van egy hindu nemzet, és ez bizonyos értelemben, hát ugye szemben áll a vallási kisebbségekkel, miközben azért tegyük hozzá, hogy vannak muszlim szavazói is a pártnak. Például az indiai síták, azok tradicionálisan a Bharatiya Janata pártra szavaznak, mert ők az indiai szunitákban látják elsősorban az ellenséget. Szóval ez egy összetett dolog, de arra akarok utalni, hogy egyrészt, hát itt, ami mondjuk Kínában Konfúciusz, Indiában ugye Kautilya, tehát az ősi indiai birodalmak egyikében született egy Arthashastra nevű munka, amely az államvezetésről, a bölcsvezetőnek a tevékenységéről ír, és tulajdonképpen ez valahol levezeti azt, hogy az indiai civilizáció koncentrikus körök veszik körül, picit bizonyos értelemben hasonló a kínai elképzeléshez, csak másképp, és hogy hát azért gondoljunk bele az indiai civilizáció történetében az, hogy ez az egység fennmaradt, indiai államnak az egysége, az inkább ritkasság volt, mert India többnyire egymással szemben álló fejedelemségekből állt, és ekközben jól fejlődött India, de ha visszanézünk, akkor hát ugye a Mauriák voltak, a Gupta birodalom, és hát utána már a muszlim hódítás jött, hogyha persze az indusvölgyi civilizációt nem elfelejtve, de hogy itt több száz éven keresztül széttagoltság, és viszonylag új keletű azt gondolom az, ez elsősorban egy a muszlim hódítás, brit gyarmatosítás és függetlenség, az elmúlt mondjuk fél évszázad, hogy az indiai állam egységes és nem széttörezett. És ugye ennek a megtartása és hát ennek a külpolitikába való gyakorlatilag bemutatása, hogy mi hindu nemzetként igencsak tudunk recepteket adni bizonyos kérdésekre, és külpolitikában sajátosan viselkedünk, ez Indiát egy sajátos állammá, civilizációvá teszi. Most nyilván a gyengéje ennek az egésznek az a társadalmi kohéziónak a kérdése, mert hogy valóban, ahogy említettem, azért India lakosságának 14%-a muszlim vallású. Ez jelenleg ugye Indonézia és Pakisztán után a harmadik legnagyobb muszlim közösség a világon. Az iszlám világnak a demográfiai súlypontja az itt Dél-Ázsiában van. India, Pakisztán, Banglades. Nem a Közel-Keleten. Itt lakik a legtöbb muszlim gyakorlatilag. És itt látunk egy demográfiai robbanást. És ugye, hát indiai külpolitikában is azt mondani, hogy akkor hát mondjuk például, hogy a Taj Mahalt azt nem újítjuk föl, erről ugye vita van Indiában, mert hogy hát ez egy muszlim építmény, és akkor az a mi nemzeti szimbólumunk, ami tulajdonképpen a muszlim hódítás
ugye a mugalok, a magyarul mogulnak, de inkább helyesen mugálnak, mondjuk azt a birodalmat, amelyhez kötődik, ugye Shah Jahan építette a feleségének, Mumtaz Mahalnak, és tulajdonképpen ez lenne India nemzeti szimbólum, a kérdőjelezik meg a hindu nacionalisták, sőt, odáig ment a vita, hogy a választás előtt volt egy parlamenti felszólalás, az egyik képviselő azt mondta, nézzük meg, hogy mi állt ennek a helynek, hogy úgy tudja, hogy egy hindu szentély volt a helyén. És hogy India szerte gyakorlatilag ezek a feszültségek jelen vannak. Ugye volt egy ominózus korábbi eset 92-ben, amikor hát ennek a pártnak mondjuk a fiataljai szétvertek Ayodhya nevű városban egy mecsetet, ez a Bábur mecset, az első mugal uralkodónak a mecsete, tehát az 1500-as években építettek, mert hogy akkor az volt a mondás, hogy vannak régészeti emlékek, hogy itt egy hindu szentély állt, a Rám Mandi, Ráma királynak a szülőhelye, Ayodhya, ez az egyik véda is leírja, és a hindukat megilleti a jog, hogy itt újraépítsék ezt a hindu szentélyt. És nem mennék bele, nem bizonyítható, hogy pont ott volt-e a szentély, abba sem mennék bele, hogy voltak olyan esetek történelmileg, amikor hindu szentélyek helyén épültek mecsetek, de ez nem volt általános, tehát hogy azért nem romboltak. Szóval nem minden mecset úgy épült, hogy a kard vallásaként, hanem azért az iszlám vonzó volt ebben a térségben különféle okok miatt, de volt természetesen erőszakos időszak is. És a lerombolás után elindult egy, hát India demokrácia, tehát elindult egy ilyen jogi kérdés, hogy akkor most akkor kié ez a terület. És furcsa módon 19-ben az előző választások előtt pár héttel ért véget a bíróságnak a vitája, amit sokan megkérdőjeleznek, hogy mennyire volt pártatlan, ami azt hozta ki, hogy hát ez természetesen a hinduké, építhetik újra a hindu szentét, és a muszlimok meg a városon kívül, vagy valahol az agglomerációban építhetnek egy mecsetet. Még furcsább módon, mostani választás előtt pár nappal Módi megjelenik Ayodhyában, és átadja az újjáépített, vagy felépített hindu szentét, ahol gyakorlatilag egy hindu főpapként mutatkozik, fehér öltözetben, hetekig böjtölt, és hát óriási ceremónia közepette átadja ezt a szentét a hindu közösségnek. Pár héttel előbb pedig Abu Dhabiba járt, ami még furcsább, az Egyesült Arab Emírségek fővárosában, ami 9 milliós indiai közösségnek ad helyet a térség, a tágabb térség. Itt él a legnagyobb indiai közösség egyébként a világon, ahol szintén egy hindu szentét adott át. Egy olyan muszlim országban, ahol azért mondjuk az elmúlt időszakban nem azt láttuk, hogy a vallási toleranciáról, vagy a több vallásnak. Tehát ez mutatja India súlyát egyébként, ez az Abu Dhabi hindu szentély átadás, az megmutatja azt a fajta retorikát, amit Ayodhyában láttunk, hogy de tulajdonképpen tényleg az a kérdés, hogy azért itt él egy nagyon jelentős muszlim közösség, akik egyébként azt lehet mondani, hogy többnyire mérsékeltek, mert a konzervatív vagy radikális muszlimok, nem mindenki radikális Pakisztánban, de aki úgy gondolkodott, hogy nem Indiába szeretne maradni, és muszlim, az 47-ben ugye elmehetett Pakisztánba. Ugye 10 millióan cseréltek akkor hazát, hát emlékszünk a Gandhi című filmből, hogy ez nem volt egy barátságos. India egy erőszakos világ, Pakisztán is. Tehát van valahogy bennünk Gandhiról egy ilyen erőszakmentesség mitosza, ez nagyon szép, csak ez nem így van a gyakorlatban. Tehát nem akarom lerombolni Gandhinak a mitoszát, én nagyon sok minden elért, de egyet nem sikerült elérni, hogy az, ami ott zajlott, az mondjuk a második világháború után, a holokauszt után egymilliós áldozattal járt Indiának és Pakisztánnak a függetlensége, az nem egy barátságos időszak volt. Szóval azt akarom ebből az egészből kihozni, hogy
Indiában radikális iszlám nem volt 47 után, viszont az idő kitermelte, és a hindu nacionalizmus kitermelte. Egyrészt bejött kívülről, tehát az afganisztáni-pakisztáni területről, de India amivel nem tud szembenézni, hogy azért a saját muszlim közösségének egy része is elidegenedik alapvetően. Ma Indiában muszlimnak lenni, az egy hátrányos helyzetet jelent, gazdaságilag, politikailag, stb. És ugye a Bharatiya Janata párt azt kérdőjelezte meg, ami gyakorlatilag Indiának egyik alapértéke volt 47 óta, ez a szekularizmusnak a kérdése. Ugye az egész politikai rendszer, az alkotmány 50-ben azért nagy mértékben a brit hagyományokból merít, és az egyik a szekularizmus. Szekularizmus válságáról is beszéltek ugye az elmúlt időszakban Indiában, ez pedig arra vezethető, az indiai szekularizmus más, mint az európai. Tehát ott azt mondanám, hogy nem hindu Indiáról beszélünk, hanem minden vallás mondjuk úgy egyenlő, és a hinduk nincsenek kiemelt szerepben. És hát ezt valóban ez a politikai erő ezt megkérdőjelezi, és hát azt mondja, hogy itt hindu India kell, nincs mese, tehát Gandhi és Nehru tévedett, alapvetően túl kell haladni az ő örökségüket, és itt igenis központba kell állítani ezt a hindu nemzetet, és csak egy egységes hindu nemzet viheti a modernizáció útjára Indiát. Ugye Modi azt ígérte 22-ben, a függetlenség 75. évfordulóján, hogy 47-re India az egy fejlett állammá válik. Ez, hogy pontosan mit jelent, az nyilván egy másik kérdés, de adott egy retorikai programot, hogy lényegében itt a ma 20-as éveiben járó fiatalok, azok 2,5 évtized múlva egy fejlett országnak lesznek a tagjai. Azt hiszem, ez lesz az utolsó kérdés. Van egy ország, ami nem hangzott el ma, ez Magyarország. Tudnál egy kicsikét beszélni a magyar-indiai kapcsolatok alakulásáról? Hát én azt tudom mondani, hogy kezdettől fogva egyébként nagyon pozitív, ugye, és nem csak politikai, hanem tényleg a kulturális, emberek közötti kapcsolatok, elég ha Rabindranath Tagore-ra gondolunk. Tehát kezdettől fogva én azt gondolom, hogy van mire építeni a magyar-indiai kapcsolatokat. Mégis ha valami kritikát azért muszáj megfogalmaznom, azt látom, hogy ha keleti nyitás, akkor valahogy a figyelmünket nagyon erőteljesen Kínára helyezzük, és nyilván ebben van ráció, és érthető, hogy Kína jelentősége azért az nagyobb. Tehát a Kínát és Indiát összehasonlítom, akár gazdasági léptékben kínai egyfőre jutó GDP kétszerese az indiainak, befektetések, stb. Ugyanakkor azért azt gondolom, hogy ez egy jelzés, hogy Modi mondjuk Lengyelországba ment, és nem Magyarországra. Tehát az, hogy csúcs találkozó az alapvetően nem igazán volt, viszont a gazdasági kapcsolatok tényleg azt lehet mondani, hogy az elmúlt évtizedben dinamikusan meglódultak. Egyrészt nem csak megjelentek az indiai munkások Magyarországon, ugye szemmel láthatóan indiai diákok, ami szerintem szintén nagyon fontos, hanem hogy indiai cégek sora található Magyarországon. Tehát én azt gondolom, van mire építeni ezeket a kapcsolatokat, viszont én a dinamikus áttörésben azt gondolom, hogy tovább kéne ezt egy kicsit fejleszteni, és hát ebbe például egy ilyen ünnepség, ugye diplomáciai kapcsolatok évfordulójára lett lefordítva a Jai Shankarnak is a kötete, nagyon jó, de hogy a csúcs találkozók azért nagyon fontosak, amelyek esetleg a kapcsolatok elmélyítésében jelen vannak. Óriási potenciált látok mezőgazdaság, vízkérdésben, ugye Pakisztánban jelen van a MOL-nak az egysége, tehát így az egész térségben azt gondolom Magyarország jelen van. Nyilván, mint India számára ugye kis állam vagyunk, India ugye nem nagyon látja Európát sem egységesnek, tehát ez nagyon érdekes, amit egyébként felvetettél az elején a beszélgetésnek, hogy tulajdonképpen India hogy látja az EU-t, nem nagyon látja az EU-t EU-ként, tehát igazából nem tud India ezzel mit kezdeni. Azt gondolom, amiben most nagy potenciál van, hogy India ugye az EFTA nevű térséggel most kötött egy szabadkereskedelmi megállapodást, amivel próbálnak tovább lépni EU irányában, és azt gondolom, hogy ez az EU-nak és ebben Magyarországnak is hatalmas érdeke fűződik. Ugye az EU
tulajdonképpen bizonyos értelemben Kína ellensúlyozásaként látja Indiában a lehetőséget, és ugye most van is egy ilyen terv, hogy Indiát Közel-Kelettel, Európával összekötni, ezt tavaly jelentették be az amerikaiak, az India Middle East Economic Corridornak a terve. Ez egy óriási lehetőség, én azt gondolom, ebből Magyarország is profitálhat. Azt is látni kell, hogy azért India zártabb gazdaság, mint a kínai. Tehát nem csak európai és magyar oldalon van a probléma, hanem azért az indiai gazdaság az, és társadalmi szerkezet azért még mindig a falvakról, varna és kasztrendszerről szól. Tehát ez ugye nem olyan, amit a globalizációval, és lehet nem is cél igazából, hogy ezt bármilyen formában hátrahagyják, de meg kell érteni, hogy az indiai gazdaság mondjuk nem olyan nyitott, exportorientált, mint mondjuk a kínai, azért protekcionista számos területen. Szóval egy sor akadálya van annak egyébként, hogy a kapcsolatok nem mondom, hogy nem mélyültek el, mert mélyek, de azt például tudom mondani, hogy az egyetemen is, hogy mindig győzködnöm kell a hallgatókat, hogy Indiáról valaki szakdolgozatot írjon. Ez egy jó fokmérő ennek. Az is igaz, hogy az euróról is győzködni kell. Zárójelben megjegyzem. De Kínáról nem kell győzködni. Tehát, hogy Indiától valahol félünk is egy picit, hogy ez egy olyan, mert Kína ugyan földrajzilag messze van, de valahogy egy fokkal megismerhetőbbnek tűnik, meg Indiát homogénebb. Indiától tartunk egy kicsit, hogy ott a vallás, meg a kultúra, az mintha távolabb állna egy átlag, mondjuk akár egy magyar vállalattól, hogy indiai piacra lépjen. De én úgy látom, hogy ez a jövő, és hát egy globális világ felé megyünk. Szóval, hogy én pozitívan látom a kapcsolatoknak az alakulását, ebben egy dinamikai áttörés kell elérni, szerintem hamarosan. Köszönjük szépen. Azt gondolnám, hogy elég részletesek voltunk ebben a beszélgetésben. Akkor átadnám a szót. Anna Mária, esetleg, hogy a közönség... Igen. Köszönöm szépen, és akkor lehetőség van kérdezni professzor úrtól, Csabától. Én úgy rögtön megkérdezném, hogy most hallunk arról, hogy India közvetítő szerepet vállalna esetleg az ukrán-orosz konfliktus megszüntetésében. Mi erről a véleményetek? Igen, hát ugye alapvetően pontosan az indiai diplomáciának a lényege, hogy ott lenni és alapvetően felajánlani a segítségét. Én azt gondolom, hogy ha ezt nem is sikerül azért megvalósítani, ez nem csak Indián múlik, de azért, ha végignézzük 47 után, India számos válságnál ott volt közvetítőként, például ugye 56 Magyarország kapcsán is az indiai diplomácián igen aktív volt a háttérként, de tudom a kórai háborút említeni, és sorba gyakorlatilag valamennyi nagyobb világpolitikai konfliktust. Ezt az legutóbbi történészi kutatások egyetlen bizonyítják, hogy India nélkül fegyverszüneti egyezményt kötni, azt nem lehetett volna. Például a kórai háború vonatkozása, ugye Kína izolált volt, India biztosított akkor számára egyfajta diplomáciai csatornát. Tehát az, hogy India ugye azért egy globális szereplő, szóba áll valamennyi szereplővel, tehát hangsúlyozza, hogy dialógus kell, nem lehet úgy kezelni, mint a nyugati hatalmak, a szankciókat, ebben az értelemben Magyarországhoz hasonló egyébként az álláspontja, de nyilván más a súlya. Na most azt, hogy valóban sikerül, ezt nyilván nem tudom megmondani, tehát ebben az értelemben a világpolitika az kicsit bonyolultabb, mert nem tudjuk előre jelezni, hogy holnap milyen esemény történik, de azt gondolom, hogy Indiának komoly súlya van. Ugye a gázai konfliktusnál először például nagyon Izrael barát álláspontot tett, utána hirtelen picit módosított és kiegyensúlyozottabb az indiai diplomácia. Az indiai diplomácia mindenhol ott van, és az indiaiakat szívesen fogadják. Ukrajna az egy érdekes dolog, ott maximum annyi kapcsolat volt India részéről, hogy rengeteg indiai diák tanult Ukrajnában, akiket ki kellett menekíteni, ugye Magyarországon keresztül jöttek, emlékszünk egyébként. A háború kirobbanásakért, 91 óta nem járt ott indiai miniszterelnök, de azt gondolom, hogy mindenképpen figyeljünk arra India szerepére. De az, hogy ezt sikerül elérni, azt azért jelen pillanatban egy kicsit összetettebb dolog, de szerintem az fontos, hogy van dialógus.
Kedves nézőink, a köztérben India kül- és belpolitikai helyzetéről kaphattak egy képet. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.